Trafi várta reggel 8 órától 10 óráig a Vescsik-Vilmos utcán közlekedőket Nyíregyháza és Nyírszülős között. Bár 60 km/h a sebességkorlát ezen a szakaszon, itt is jellemző, hogy gyorsabban hajtanak a sofőrök. Az Országos Rendőrfőkapitányság idén is csatlakozott az európai szintű 24 órás sebességmérő akcióhoz. Ennek kiemelt oka, hogy a sebesség túllépés az egyik leggyakoribb baleseti ok ma hazánkban is. A rendőrség munkáját az állampolgárok is segíthették. Egy direkt erre a célra szent e-mail címre küldhettek helyszín tippeket, ahol szerintük érdemes használni a Trafipaxot. Évről évre egyre több javaslat érkezik a rendőrökhöz, ezek közül mindegyiket megvizsgálják, és összehasonlítják a gyakori baleseti helyszínekkel és adatokkal. Vajtó Levente közlekedés rendészeti osztályvezető helyettes kiemelte, hogy ha a Speed Maratonra most nem is került be valaki javaslata, a jövőben beilleszthetik a sebességmérési tervbe. Van, hogy egyezik egyébként a balesetveszélyes útszakaszokra, azonban sok javaslat érkezett ugye a lakókörnyezetükből az állampolgároknak, ugye ahol laknak, pihennek, a szabadidejüket töltik el, ott kifejezetten hatányozottan zavarja őket maga, hogyha gyorsan mennek a járművezetők. Ezeket a javaslatokat is megvizsgáljuk, mint mondtam, bekerülhetnek később a sebességmérési tervbe. A 24 órás Speed Maraton szerdán reggel 6-kor indult, az utolsó helyszínen, Nyíregyházán a Nyírszülősi út 70 szám alatt. Április 4-én csütörtökön 18 órakor fejezik be a sebességmérést. A megyében összesen 50 helyszínen trafiznak a rendőrök ez idő alatt. A pontos időpontot és útszakaszokat bárki megnézheti a rendőrség honlapján.